Ötnapos matematika tábort szervezett a Garai János gimnázium a Wólendöbölben. A tábort hagyományosan a kolozsvári Bátori István elméleti líceummal közösen szokták megszervezni, már hosszú évek óta. Így a romániai városból is érkezett 5 diák és egy matematika szakos tanár. Köztük volt a 9. osztályos Kis Abigail is, aki azt mondja, remek fejlődési lehetőséget nyújt számára a tábor. Nagyon jónak találom, nagyon jól megvan minden szervezve, nagyon jók az előadások, tényleg nagyon sokat tudunk tanulni általa, illetőleg a közösség is nagyon jó, és nagyon jó csapatépítő feladatokat kapunk. Konkrét terveim még nincsenek, de mindenképp szeretnék reált irányba menni. Matematika, fizika, egyéb reált tantárgyak használatával továbbfejlődni. Van azt, amikor egy feladatot meg tudok oldani, mert az egy nagyon különleges érzés, de minden egyebet, tehát maga azt, hogy hogyha már olvasom is a mateket, vagy feladatot átnézek, már az is egy különleges élmény. Önmagában a vektorok összeadása szerepel mondjuk a sebességnél, a fizikában, a gyorsulásnál, az erőnél. Nagyon szeretem a matematikát, és a tanárnő mondta, hogy ez egy remek lehetőség lenne ingyenesen olyan dolgokat tanulni, amire tényleg nem lenne ideje megtartani nekünk óra, tanóra keretén belül. Ismerkedhettem így olyanokkal is, akikkel egyébként nem találkozhattam volna, és nagyon jó barátságok is születnek egy ilyen táborban. Ákos azt mondja, kifejezetten szereti az algebrát és a geometriát. A geometria az nagyon sokat segít a térlátásban, és jó, egész jó érzékem is van hozzá. Nagyon szeretem a térbeli ábrázolásokat. Most is a professzor úr bemutatóján pont ez volt, hogy a sík geometriát kivittük térgeometriába, és egész jól tudtam követni, és nagyon élveztem az előadását. Az algebrát pedig igazából élvezem az egyenleteket, egyenlőtlenségeket hosszú oldalakon keresztül fokozatosan megoldani, és végül egy sikeres megoldáshoz kiukadni. A foglalkozások különböző matematikai témakörökre épültek fel, például logikai feladatok, játékok, de foglalkoztak oszthatósággal, vagy éppen a prímszámokkal. De természetesen előkerülnek geometriai feladatok, úgyhogy próbáljuk ezeket játékosan feldolgozni, próbálunk olyan témaköröket ide becsempészni, amelyekre nagyon nincs időnk és lehetőségünk a tanórai keretek között. Matematika tagozatos osztályba járnak mindannyian, és hát különös érdeklődést mutatnak a matematika tantárgy iránt, nagyon motiváltak, versenyeken vesznek részt szívesen, szakköri tevékenységbe kapcsolódnak be rendszeresen, úgyhogy azt gondoltuk, hogy őket érdekli leginkább ez a sok-sok vegyes, színes témakör. A mai program bent indult a Garai Gimnáziumban, ahol az ELTE professzora tartott nekik előadást geometria témakörben, utána megnéztük a várost, bemutattuk kolozsvári barátainknak egy kicsit Szekszárdot, majd visszaérkezve ide a Wólendöbölbe a vektorokkal foglalkozunk, és végül egy matematikai kvíz, egy totó zárja egy csapatversenyként a programot. Természetesen a kőkemény matematika mellett azért szabadidős programokat is szervezünk, így a esti sétát, éjszakai túrát szerveztünk, sakkpartit tartottunk az egyik este, illetve közösségépítő, csapatépítő és társas játékozás is zajlik.